Sziasztok emberek! Ismeritek a csodálatos Pac-Man nevű játékot? Tudjátok, ez az, amiben van az a sárga íze és megy, pá-pá-pá-pá-pá. Amúgy mutatok nektek egy trükköt, hogyha így megfogjátok a fületeket, és akkor ezt csináljátok. Várjál, nem. Hogyha megfogjátok a kezeteket, kinyitjátok, és ide teszitek a fületekhez, majd elkezditek ezt csinálni, akkor olyan hangja lesz, mint a Pac-Mannek miközben megy. De ez csak egy kis érdekesség. Most pedig nézzük meg a Minecraftos Pocket Edition-ös Pac-Man pályát. Az a helyzet, hogy én vagyok Pac-Man, és mikor ugrok, akkor összemegy a fejem, és ott mennek felül a szellemek. Amúgy ez a pálya egy elég drága pálya, úgyhogy ezért gondoltam, hogy videót csinálok belőle, hogy mindenki eldöntse még vásárlás előtt, hogy meg akarja-e venni, vagy ki akar érte adni pénzt. Úgy látom, hogy ez kicsit meg van bonyolítva, mert lehet venni ilyen power dolgokat. Hát van ilyen, meg ilyen, és minden le van még gyakorlatilag lokkolva, viszont úgy látszik, hogy a tutoriát kéne megcsinálni legelsőnek. Hát tudjuk, hogy hogy működik ez a Pac-Man, megyünk és szedni kell a bogyókat. Úgy látszik, hogy most generálja a pályát, és hogyha jól tudom, akkor elvileg még pályát is tudunk benne készíteni, még nem tudom, hogy hogyan, egyelőre csináljuk meg a tutoriát. Hát én nagyon remélem, hogy ez a zene nem jogvédett. Minden esetre megyünk és szedjük a kis docokat, a kis pontokat. Aha, és itt van az, amivel már fel tudjuk majd, vagy meg tudjuk majd enni a nagy culákat. Ó, és tudok futni, figyeld milyen epikus. Én vagyok Pac-Man, nagyon királyú meg van csinálva. Hihetetlen, hogy Minecraftban még egy komplett Pac-Man játékot is meg tudnak csinálni. Sőt, durvábban, mint eddig bármikor. Ez a szellem mondjuk pont nem nagyon akart engem elkapni. Oké, itt jön, hú, ez nagyon közel volt azért. És várjál már, hogyha itt bemegyek, akkor kijövök, és kijöttem a másik oldalon. Figyelj, el sem hiszem. Lehet, hogy egy kicsit nehezebb lenne a játék, hogyha mondjuk FPS-ből kéne játszanom, mert így ugye nem látom igazán a szellemeket. Viszont hogyha külső nézetből vagyok, akkor meg ugye látom Pac-Mant, meg ugye egy kicsit könnyebb, azért én így szeretnék játszani, így valahogy, na várjál. Hoppá, na most mi van öcsém, most menekültök, most mentek haza, mi? Most ezek siettek haza, a fajtátokat tegyem meg. De amúgy tök jó, mert legalább könnyen meg tudom menni itt a dolgokat. Hú, azért jó sok pont van még. Vajon mennyit kell felszedni? Az összeset? Az összeset fel kell szedni tudtommal. És figyelj, most mennek haza. Szegények, ha tudnák, mi vár rájuk. Várjál, ugye nem akarnak... Ó, be akartak keríteni, de azért a kis zsidapka Pac-Manként azért ügyesebb volt, mint ezek a szellemek. Várjál, mert még azért sok van, amit föl kell szedni, főleg itt azt az eget. Oda nézz, itt mennyi van. Hopp. Oké, itt még van. Amúgy olyan jó hangja van ennek, nem tudom, valamiért olyan nosztalgikus emlékeket idéz bennem ez. És elfogyott az energiám, nem tudok többet futni. Na mi van öcsém, most bezzeg lehet menekülni, most bezzeg menekültök, mi? Amnyegeszlek öcsém. Ja, hát most azért ne együk meg az összeset. Ebben amúgy ebben a pekmenezésben mindig valamiért nagyon béna voltam. Na hol van még pötty? Hol van még pötty nekem? Finom pötty, itt van. Itt megpróbálom ezeket, meg ott a túloldalon is, megpróbálom ezeket úgy felszedni, hogy jelenleg a pontot még nem eszem meg. Hoppá, itt jön pajtásunk. Semmi gond. Hoppá, ezeket még itt jó lenne megenni. Oké, és akkor gyorsan át a másik oldalra. Elvileg három életem van, ahogy ott lent is lehet látni. Bal alsó sarokban. Mindenesetre az összes pöttyit meg kéne enni. És akkor, hogyha még igaz, akkor még maradt egy... Hoppá, na mi van öcsé? Megijedtél, mi? Azért erre nem számítottál, nyam, be is tömtem a szarcomba, bele. Puty, oké, és tök jó megvan, ajaj, hát ez nem túl szerencsés hely. Oké, hopp, hol volt még pötty? Kérdésem, hogy hol volt még pötty? Ajaj, behúzzak a csőbe, hol van még pötty? Kell nekem, te, kaptunk ilyen futásos lehetőséget. Az a gond, hogy nem nagyon látom át így a pályát, hogy hol vannak még pöttyök. Nekem kéne, az biztos, hogy az egyik oldalon volt még pötty hagyva. Aha, itt. És kész is! A tutoriál! Hát nem volt egyszerű, megmondjam az őszintét nektek. Ó, a csákány! És figyeld, ott a pálya. És ezzel, ide tudok jönni. És
Nem fogja a kezében, azt hittem fogja a kezében Pac-Man. És ott is van még egy fal, amit ki tudok ütni. Mindjárt megnézzük azt is. Ezt is ki tudom ütni, vagy csak egyet? Ezt is ki tudtam. Ja, és ezen tudjuk építeni a pályát. Mi, de hogyan? Várjál már. Ez itt... törhető fal? Breakable-val. Unbreakable-val. És akkor elvileg így leteszem. És akkor... Elvileg ez egy pálya lesz, nem? Ha minden igaz. Jó, most ezzel egy kicsit elszórakozok. Na jó, oké, és akkor lehet tenni ilyen energiapontot. Ez az, amit hogyha felszed a Pac-Man, akkor meg tudja enni a ganaszokat. Ja, és akkor le tudom tenni ide, mondjuk ide spannoljon Pac-Man, és akkor a ghostok meg ide spannoljanak. És akkor mit tud ez a... ezért, törhető val. Ha megnézzük, öcsém, megnézzük, ezen nem újon. És akkor akkor lezárjuk. Hát most egy ilyen rövid kis pályát csináltam, várjál, és ez meg van, várjál, ez egy semmi, jó? Na mindegy, ide is teszünk egy ilyen pöttyöt, és akkor elvileg, ha most ezt megnézzük. Na hát erre kíváncsi vagyok. És majd legenerálja ilyenkor a pályát? És itt van, és tényleg ez az én pályám, hol van Pac-Man? Ott. Ó, lol. És várjál, és akkor mit tud ez a törhető fal? Ezt ide tudok jönni és ki tudom törni? Aha. Hello! És tényleg ez az én pályám Pac-Manből, de jó. Ahogy ez érdekes, hogy ez miért egy tojás. Na mindegy, ezt is megnéztük. Jó volt látni, örömteli. És erre mi lehet? Még azt meg szeretném nézni, hogy erre mi van. Olyan vicces, ahogy ugrik, így összenyomódik. Figyeld már. Te, hát ez Pac-Man világ. És ide kell no keys. Azt az eget, hát ez nagyon komolyan meg van csinálva, te, hát ez kifinomultabb, mint az eredeti játék, érted? Folytassuk, nézzük meg a többi pályát. Most itt nem szeretném felszedni az összeset, mert lemenne a nap. Úgyhogy megnézem még azt a pályát is, a következőt. És ez itt mi? Lehet váltani Pac-Mant? LOL! Pac-Man asszonság, meg ilyen nagyon jó fekete-fehér Pac-Man. LOL! Ja nem, ezek, bocs, ezek le vannak lakkolva. De aranyos! LOL, és tényleg az, hogy milyen pici karja van! Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk! Ja, hát ez csaj karakter, azzal meg mi nem leszünk. Jó, hát maradjunk akkor a sima Pac-Mannél. És akkor elvileg... itt lehet venni ilyen dolgokat, de viszont hogy kell ezeket állokkolni? Ugye? Az még itt egy remek kérdés. Na mindegy, akkor marad ez. És akkor ez a pálya lesz itt elvileg? Na hát igazából nem túl sok különbséget fedezek fel eddig a pályában. De biztos van, hogyha ezt így mondja, hogy ez már nem a tutoriál, vagy ez még mindig a tutoriál? Hoppá! Oké, hát jó, hát akkor... de ez ugyanaz a pálya, ne vicceljünk már. Hát ez ugyanaz. Na jó, hát megcsinálom megint, aztán majd megnézzük, hogy mi lesz a végére. Jaj! Jaj! Oké. Milyen feje van? Akkor legyen ez FPS. Ennek milyen aranyos feje van? Az a szellem a legaranyosabb. Ó, hello pajtás. Ezt azért nem láttam a túloldalról. Így azért egy kicsit nehezebb, én úgy érzem, hogy ez egy kicsit azért nehezebb. De annyival nem azért. Ó, most nézem, hogy lol, hogy meg van csinálva, hogy felül is lehet látni. És a szellemeket is látom. Nem. De jó! Hát ez nagyon királyú meg van csinálva, hogy fent is látom. Ez zseniális. És itt van valami. Ó, figyeld már. Most ez mi? Mit számolod vissza? Pa. Itt van egy. Gyere ide, szellem úr! Ne menj el! Oké, végre egyet legalább meg tudtam enni. Ilyenkor úgy kéne amúgy, hogy az összeset megeszem. De jó ez a... de jó ez! Oké. Amúgy nagyon király! Látom az egész pályát. Itt van elvileg. Hello, kislány! És akkor elvileg ez lesz itt az utolsó pont. És nem, még van. Hol? Hajaj. Húha. Azt hittem bekerítenek, de mégsem.
Hol? Ott? Még... De... Hát ezt mondjuk nem értem. Azt hittem már az összes pontot összeszedtem. Még ez van. És most lett kész. De tutorial completed, tehát még egyszer megcsináltam a tutorialt, remek. Ó, hogy, ja, hogy így lehet váltani. Maze 1. Na, akkor most, most kezdődhet el a játék igazán. Mert ez lesz akkor az első pálya, amit megcsinálok. Az előző az, ja. Kétszer a tutorial, remek, jó király. Na nézzük az első labirintjót. Miben különbözik ez a labirintus a többitől? Nekem az lenne a kérdésem. Ah, itt egy kicsit más azért a dolog. De ugyanúgy menni kell, az pontokat kell gyűjteni. Csak kíváncsi vagyok, hogy ezek után kapunk vajon kulcsot? Vagy azokat a pályán kell megtalálni? Vagy hogy van ez? Minden esetre azért külső szemszögből jóval egyszerűbb játszani, mint belsőből. Tehát azért... Hát persze, hogy erre jössz, haver. Hát persze. Jaj! Júj! Az nagyon közel volt azért. De rajtam nem lehet csak úgy kifogni. Amúgy elvileg úgy van, hogy mindegyik szellemnek más-más tulajdonsága van. Tehát az egyik mondjuk csak simán el akar kapni, a harmadik az, vagy hát a második az csak össze-vissza mozog, az egyik az be akar keríteni. Tehát hogy mindegyik elvileg más-más dolgokként mozog, vagy hogy mondjam. Creepy. Has joined the game. És ez kicsoda. Na mi van most? Most nem olyan nagy a szád. Hogy valaki még beszállt a játékba? Jó, oké, ezeket nem akarom most elkapni. Elég nekem csak ez. És ilyenkor átalakul ilyen debil pack menni amúgy. Nagyon viccesen néz ki. Pecsek vaka, 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 vaka. Még kis boxkesztyűje van amúgy Pac-Mannek. Kérdésem, hogy miért? Gyere már ide! Ne menekülj már! Jaj! Mi ez? Mi? Hát ez egy creeper volt! Felrobbant a creeper? Vagy ez mi volt? Jól láttam? Vagy jól hallottam? Lol, és kirobbantak a fal... Na várjál már! Álljon már meg a menet! Lol! Lol! Ne! Úristen! Úristen! Na mi a necsé? Most menekülsz! Hogy itt ilyet lehet? Ki lehet törni a falat? Hát hogyha ezt előbb tudom... Hallod? Hát ilyen nincsen, és ki lehet törni a falat a Pac-Man játékban? Hihetetlen! Hát ez nagyon... Hát ez... Ez azért így megadja a módját. Így azért egy kicsit más a szisztéma. Egy kicsit jóval. Halló? Hát tök jó! Hát én erről miért nem tudtam eddig? Ki lehet törni a falat a Pac-Man játékban? Oké. Lol, és az egy creeper fej, várjál már! Itt vannak ilyen creeperök is, meg minden... Ajaj, üldözőbe vettek viszont. Aha, ott jön a kis vigyori. Ajajaj! Ajajaj. Oké. Nem baj, ezek meg vannak. Még ott van a túloldalon egy pötty. Aha, felszedtem valamit. Nem baj. Az jót tesz az egészségnek. Itt is van még pötty. Fel tudok szedni. És kész. Kofi. Vágod, mi ez? Mik vannak? Vágod, egyre durvább dolgok vannak. Skid, oké, ez nem lényeg. És ezek tudnak valamit? Ezek csak játékgépek simán. Lol, ki lehet nézni az ablakon. Na, király, és ez mi itt? Kipihenhetem magamat, vagy mi? És fél, megy le az idő. Itt mit tudok itt csinálni? Körbenézni, vagy mi? Véget, lejárt az idő, ennyi. Aha. És addig megy, amíg véget nem ér, vagy hogy van ez? Fene tudja, igaz? Minden esetre nagyon durva. Hát tudok falat kitörni. Ja, hogy az csak egy ilyen izé pihenő, hogy felkészítsen a következő pályára, értem én. Amúgy nagyon, ezzel így, hogy ki lehet törni, ezzel kicsit így Minecraftosították az egész játékot. Jóval Minecraftosították, viszont úgy látom, hogy ezek mintha gyorsabbak lennének már, mint az előzőek. Aztán lehet, hogy csak behalúzom. És igazából nem is gyorsabbak. Aha.
felszedek minél többet. Van ennek valami logikája, hogy hogyan egyszerűbb szedni a pontokat? És tök jó, hogy fölül látom, hogy hol tartok. Vagy hogy mennyit szedtem már föl. Az mi az a piros? Nekem tetszik ez az alma. De még... Na. Oké, még kár lenne felszedni. Egyelőre szedjük föl azokat, amik ténylegesen lényegesek. Ezeket a pöttyöket. Creepy! Ja, hogy az a zöld volt! Értem! Tehát ilyenkor csatlakozik a játékba az a zöld, ami az előbb megevett engem könnyűszerrel. Aha! Most már értem. Nem, aj, Istenem! Nem akartam eljátszani a kártyáimat. Figyelj, milyen gyorsan megy! Most bezzeg, gyorsan megy! Oké. Okay. Pont sikerült megennem azért egyet. Azért egy mindig férjen bele a pocakunkba, hogyha ott van. Oké, na várjál. Ott megy még vissza. Hát ez így nagyon szuperül van csinálva, hogy még ki is tudom ütni a falat, tehát nem kell körbe mennem, egyszerűen csak megfogom, azt kitöröm, azt már ott is vagyok. Ez azért menthet életet, azt mondom, tehát hogy ez azért durván menthet életet. Ott még hagytam egy csomót. Ajjaj! 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 Jön a creeper legény! Ez viszont kell nekem. Ojjaj, ojjaj! Mi? Hú, azt az istenit, de megijedtem! Úristen! És ez rendesen fölrobbantja ott a pályát, meg minden? Hát ez álljunk már meg! Ilyenekről nem volt szó eddig. Oké. Okay. Hú! Oké. Okay. Megúsztam, most az egyszer megúsztam. Á! Júj! Júj, júj, júj! Azt az eget alatt, ez nagyon para, hogy így robbangat mögöttem! Hát ez nagyon félelmetes így. Itt még van egy. Ez mi ez az egy pötty? Pötty? Oké. Okay. Jaj, ne! Istenem, ne már! Hol van még pont? Ott van még pár. Oké. Okay. Akkor gyerünk oda. Oké. Okay. Amilyen gyorsan csak tudunk, menj. Ez mi volt? Ja, a nevet adtam meg. De elértem egy új szintet. Yeah! De kulcsom még mindig nincsen, azokat vajon honnan tudom összeszedni? Azért ezzel el lehet így szórakozni. Na de viszont srácok, ebbe a mai részbe sajnos ennyi fért bele. Hogyha tetszett nektek és szeretnétek látni még, hogy Pac-Man-nel bohóckodunk, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel és lesétek meg a leírást, ugyanis ott érhetek el a menő zsidomos cuccok. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!